Az idared almafa virágain egészséges esetben fehér szirmok vannak, ebben a nyíregyházi gazdaságban azonban a fagy miatt bebarnultak. Ezen a 2,2 hektáros ültetvényen tavaly is csökkentette a termés átlagot a fagy, amely ebben az évben is veszteséget okoz. Az elmúlt napokban -2 és -4 Celsius fok közötti hőmérsékleteket ismertek. Megnézzük a virágokat, a virágszirmokat, el vannak barnulva, illetve nagyon jól látszik, hogy a portokok, tehát messziről is jól látszik, hogy a portokok, a porzószálak, illetve a bibe középen el van barnulva. Tehát ez nagyon jól látni. Itt látszik is, hogy már a maghát is teljesen el van barnulva, de ha kipontok egy olyan virágot, éppen van a kezemben, ami még nincs kinyílva, itt is lehet látni, hogy a bibeszálak teljesen el vannak barnulva. Vannak fák, amelyeken csak a virágok egy része van elbarnulva. Illés Attila szerint azonban péntekre a többi is ilyen lesz. A gazdák különböző biostimulátorokkal és termésnövelő anyagokkal kezelik majd a növényt, azzal talán megmenthetik majd akár a 30-40%-át is. Erről a kertről várunk körülbelül egy olyan 50-60 tonnás termésmennyiséget hektáronként. Hát bízom abban, hogyha ahogy én elnéztem a virágokat, mert nagyon sok van olyan fajta, ami már elvirágzott, tehát már termésködőtés is megtörtént, de ez nem befolyásolja a fagy érzékenységét. Ha jól megnézzük, ugye középen a bibeszálak, ahogy vannak, mellette a portokok, a bibeszálak elszálltak, barnák maradtak, míg a portokok sárgák maradtak. De például most délelőtt voltam Perket pusztán egy bioültetvényben, ahol a portokoktól megkezdve a bibeszálakig minden el volt barnulva, el volt fagyva, ott nem hiszem, hogy egy olyan 10-20%-os termés sem lenne. A pontos termés kiesés mennyiséget majd akkor tudják megállapítani, ha a gyümölcs eléri a 30-40 mm-es nagyságot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül 30 ezer hektáron termelnek különböző gyümölcsöket, ebből is a legtöbb az alma 18 ezer hektárral. Vannak ilyen speciális fagyvédőgépek, amivel lehet védekezni a füstöléssel, ilyen hagyományos módszerekkel. Folyamatosan nagyban lehet segíteni, ha párloktatunk, szóval öntözést alkalmazunk, ha lehetséges, akkor be kell üzemelni ezt, ha a meteorológiai előrejelzés indokoltnak tartja akár egy nappal előtte, hogy már a környezetet jól leláztassuk és nagy legyen a felpárolgás, ez is egy 2-3 fokot meg tud védeni, vagy folyamatosan a permetezéseket kora tavasszal a gazdálkodók már ilyen stressztűrést elősegítő kondicionáló szereket alkalmaznak a permetezések alkalmával. Ezekkel a lehetőségekkel a -2-3 Celsius fokban még nem károsodnak a növények. Ha viszont -4 fok alá csökken a hőmérséklet, akkor főleg a cseresznye, a medgy és a dió termés átlaga biztosan kevesebb lesz.